Június elején az NKK 5-fős Kosár Jam elnevezésű rendezvényen búcsúztatták az előző szezont a Nyíregyházi Kosárlabdaklub játékosai, az edzők és a szülők, most pedig már az új idényre készülnek a csapatok. A bázis a Vecsik iskola csarnoka, ahová már némi ráhangulódás után érkeztek meg a fiatal kosarasok. A családi nap után kaptak a játékosok közel egy hónap pihenőt, pihentünk mi is a szakmai stábbal, bár úgy gondolom, hogy valóban gyorsan eltelt ez az időszak, illetve már azért a nyaralás második részében terveztük a következő 2024-25-ös bajnoki szezont. Július 31-én kezdtük el az edzéseket a gyerekekkel, három úgymond ráhangoló, fölhozó edzésünk volt, hogy azok a gyerekek, akik a nyáron kevesebbet mozogtak, azok is az edzőtábor előtt egy keveset kosárlabdázzanak. Utána Miskolcon voltunk, ahol kimondottan az U14-U16-ossal ez már egy szakmai edzőtábor volt. Hazajöttünk a múlt héten pénteken, és ezen a héten pedig már itt a Vescsikben folytatjuk a munkát. A két kiemelt korosztálynak az U14-es és az U16-os számít. A cél mindkét együttes esetében az országos főtáblára kerülés, ami Ferenczi Tamás szerint nem lesz egyszerű. Nem különíteném el az U14-et, U16-ot, mind a kettőt úgy tekintünk rá mind a két korosztályra, hogy kiemelt korosztály. Talán az U14-eseknek van nagyobb esélye a főtáblára jutni, U16-osoknak kevésbé. Ez amiatt is adódik, hogy a U14-ben 32-es az országos főtábla, az U16-ban pedig ezen módosítottak, most 24-es lesz, tehát oda sokkal, de sokkal nehezebb bekerülni és bejutni. Ennek szellemében most a kivételesen ugye a megrendezésre kerülő Sallai József emléktornánk nemzetközi kosárlabda tornán is az U14-es korosztály lesz, aki majd játszani fog, tehát próbáljuk őket felkészíteni a selejtezőre, illetve az előselejtezőre. A Sallai József emléktorna már a negyedik lesz a sorban. A háromnapos rendezvényre ezúttal is rangos mezőny érkezik. 14 éves fiúk részére rendezzük ebbe az évben, rendhagyó módon, hiszen eddig 16 éves korosztálynak rendeztük. Ebbe az évben úgy gondoltuk, hogy ez a korosztályunk az, amelyiket egy kicsit jobban kellene menedzselni. Nemzetközi torna lesz 8 csapat részvételével, két csapat külföldről érkezik, az egyik Ungváról, a másik Nagyváradról. Ezen kívül két nemzeti kosárlabda akadémia csapata lesz itt, a Deac kosárlabda akadémia és a Budapesti Honvéd kosárlabda akadémia, valamint a Szolnoki kosárlabda akadémia és a Vasas kosárlabda akadémia csapata, akik kosárlabda szövetség által akreditált akadémiák. Ezen kívül a két nyíregyházi csapat, a Nyíregyházi Sportcentrum és az rendező NKK 5 is lesznek a mezőny részei. A torna augusztus 27-én kezdődik a Vecsik csarnokában és az Zrínyi Gimnázium Tiszavasvári úti csarnokában. A döntő a tervek szerint augusztus 29-én csütörtökön 13 órakor kezdődik a Tiszavasvári úton.